feljelentést tett az oktatási hivatal, ismeretlen tettes ellen bejelentést kaptak ugyanis, hogy kiszivárgott, és már tegnap este az interneten keringett a történelem érettségi egy része. Azt nem tudni, hogy mennyien láthatták, ha valóban kiszivárgott. A rendőrség minden esetre nyomozást indított. A feladatok között egyébként klasszikus és jelenkori témák is voltak. A történelem tanárok szakmai egyesülete úgy látta, hogy megfelelő volt a színvonal. Siettek a történelemírásbeli érettségire szerda reggel az Óbudai Árpád gimnázium diákjai, megnézték, melyik terembe kell menniük. Sok siker. Majd az ajtóban sok szerencsét kívántak egymásnak, és elfoglalták a helyüket. Izulok, mint minden diák, gondolom, az egész országban. Tollat, ceruzát, szőlőcukrot vettek elő és kabaláikat. Mindenkinél volt atlasz is, idén először egységesen ugyanaz a fajta. Csak ez használható. Sokan az utolsó pillanatban is könyveiket bújták, még egyszer átnézték azokat a témaköröket, amelyek szerintük előkerülhetnek. Remélem, hogy esetleg Trianonról, vagy 56-ról, vagy a kommunista diktatúráról lesz téma, mert azokra úgy érzem, hogy jól mennek és jól lehet beszélni. Rövid eligazítás után pontban 8-kor kiosztották a feladatlapokat. Országszerte több mint 72 ezer diáknak, köztük az Óbudai Árpád gimnázium 4 végzős évfolyamának. A szűk 20%-uk emelt szinten vizsgázik, azt hiszem 22-en, a többiek pedig középszinten. Az érettségi a már régóta megszokott rendben zajlik, a diákoknak 7:30-ra kellett jönniük, a kollégák már 7-től itt voltak, és az eligazítás után 8 órakor rendben elkezdődött az írásbeli vizsga. Középszinten 3, emelten 4 óra állt rendelkezésre, de nem mindenkinek kellett ennyi idő, sokan korábban végeztek. Nagyon izgultam, szóval kicsit megnyugodtam, mert viszonylag jól ment, szóval reménykedek. Középszinten 2 részből állt az érettségi. Az elsőben 12 rövidebb kérdésre kellett választ adni, többek között az ókori Athénnal, a török ellenes küzdelmekkel, a határon túli magyarsággal és a háztartások mai pénzügyeivel kapcsolatban. A vizsgasor második felében esszét kellett írni, 4 téma, a középkori uradalmak, a sztálinista propaganda, Szent István uralkodása és Trianon következményei közül 2 kellett választani. Volt olyan nehezebb és könnyebb is, és körülbelül ugyanolyan arányban, úgyhogy azt mondanám, hogy egy átlagos érettségi volt. A történelem tanárok is úgy vélik, hogy a középszintű érettségit egyszerűen meg lehetett oldani. Tisztes készüléssel, gondolkodással, szövegértéssel ez egy nagyon jól teljesíthető diákcentrikus feladatsor volt. Az emelt viszont már nehezebb, átfogó ismeretekre volt szükség a megoldásához. Ez valóban egy emelt szintű feladatsor volt, alapvetően jelentősen különbözött. Vannak olyan évek, amikor azt szokták mondani a diákok, hogy szinte könnyebb volt az emelt szintű, mint a középszintű. Ez idén biztos nem igaz. Közben felmerült azonban a gyanú, hogy a középszintű érettségi kiszivárgott. Egy közösségi oldal zárt csoportjában állítólag már kedd este keringtek az esszé feladatok. Az ügyet vizsgálják, az oktatási hivatal ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tett.